Szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió kedves nézőit! Kultúrtópar című rovatunkban ismét a Hévízi vállalkozóké a főszerep. A téma pedig nem más, mint a hétvégi szuperhős kerestetik programjuk, amit immár harmadik éve szerveznek itt Hévízen. Stúdiónk vendége Kotora Dóra, az Egyesület aktív segítője, és Kotora Pál, aki az Egyesületnek az elnök helyettese és a program főszervezője. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket nálunk. Ahogy említettem, immár három éve szervezitek a Szuperhős Kerestetik programot. Mit is tudhatunk az elmúlt év tapasztalatairól, mennyire is volt népszerű? Nagyon népszerű volt ez a program. Egy önfelett családi kikapcsolódásról szólt, és most is ez a célunk. A lényege végül is az volt, hogy csapatokat kellett alkotni, akár barátok, akár egy családon belül is, minimum két fő kellett, hogy a csapat része legyen, és több pontján a városnak különböző kereskedő vagy szolgáltató helyeken, akik az Egyesületünknek a tagjai, önálluk voltak játékos feladatok, amiket, hogyha ellátogattak hozzájuk a játszani szándékozó csapatok, akkor különböző feladatokat tudtak teljesíteni, matricákat gyűjtöttek, pontokat, és az élményen kívül ajándékokat kaptak, és még nyerhettek is. Hát, ha már a játékokról beszélünk, Dóri, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen tapasztalataid is vannak ezekről a programokról, mennyire is élvezted, milyen játékokkal is készülnek ilyenkor a szervezők? Hát én nagyon élveztem, ugye részt vettünk mindegyiken, ugye közösen, élő videóban is, hárman voltunk. Hát nagyon kreatív játékok voltak, nagyon jól éreztük magunkat, például volt íjászat, szalma bálába kellett lőni, volt ugróiskola, ahol föl volt rajzolva egy hatalmas ugróiskola, és dobtunk dobókockával, és amennyit dobtunk, annyit lehetett lépni, volt zoknidobás, föl voltak állítva ilyen kosarak, és akkor bele kellett találni a zoknit. Volt egy elég nehéz is a pingponglabda fújás, ott pont el kell találni a trükkét, hogy átmenjen, de valamelyikünknek sikerült, úgyhogy azt is teljesítettük. Még volt a piacon keresni kellett egy bizonyos terméket, ami az egyik asztalon volt, így körülírták, és akkor az egész piacon végig kellett mennünk. Az is nagyon szórakoztató volt, meg így mindegyik. Akkor mit is tudhatunk az idei rendezvényről, hogyan is fog működni a játék, hány helyszínen lesznek különböző játékok, és mivel is készültök idén? 12 helyszínen lesznek összesen most ezek a játékpontok. Lesz benne, ahogy említette Dóri, a piacon is. Lesz a Kossuth utca végén is, és Egregyen is. Lesz egy helyszínünk az Árpád-Borozóban. Lesznek még olyan játékok, amit még így hozzátennék, például mint rímfaragás, vagy kvíz kérdések a városról, a várossal kapcsolatban. És hát elég nagy kreativitásra is lesz majd szükség a rímfaragásnál, ezt tapasztalatból mondom, de amúgy ezt nem kell komolyan venni annyira. Itt az a lényeg a szórakozás és a kikapcsolódáson lesz. Lesz még plusz egy helyszínünk, ez a 13-as helyszín, ez lesz a végállomás, ahol egy szerencsekerékkel fogjuk várni a kedves játékosokat. Itt mondanám el, hogy 5 állomáshelyet, aki teljesít, az megpörgetheti a szerencsekerekünket, és ott az általa kipörgetett garantált nyereményt már a helyszínen meg fogja kapni, vagy arra a szolgáltatásra jogosító bont kupont. Itt említeném meg például, hogy lesznek palacsinta kuponjaink, fagyit lehet nyerni, az Ego város néző busszal lehet körbe menni a városon az ott nyert jeggyel, és hát különböző egyéb meglepetésekkel is szeretnénk szolgálni. Aki viszont teljesíti minimum 8 állomást a 12-ből, ő már részt vesz a sorsolásunkon is, ami az esemény végén este 7 órakor élőben lesz majd a Facebook oldalán a Hévízi Vállalkozók Egyesületének. Itt 3 fődíjat fogunk kisorsolni, ezt szeretném is megmutatni őket. Lesz egy 10.000 forintos ajándék, utalvány, egy 20.000 forintos cukrászda bón, és lesz egy szállás két fő részére egy éjszakára a Hotel Santa jóvoltából. Dóri, hát akkor miért is javasolnád azt, hogy ellátogassanak 27-én ide Hévízre? Hát szerintem azért, mert nagyon jó családprogram, meg barátokkal is el lehet jönni, és nagyon jó kikapcsolódás, meg nagyon szórakoztató. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Aki kedvet kapott tehát május 27-én, szuperhős kerestetik Hévízen. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők.